A testvérmúzsák találkozásából született a Kanizsai Képző és Iparművészek Egyesületének legújabb kiállítása. A szervezet legutóbbi pályázatának apropóját az adta, hogy idén lenne 80 éves Pék Pál költő, tanár, a Pannon tükör alapítója. A Pannon szellem és a Pannon tájnak az inspirációja az számunkra is nagyon fontos, tehát azt gondolom, hogy egy dunántúli ember az megérti, hogy miről van szó. Tehát itt ennek van valami más íze, zamata ennek a tájnak és az itt élő embereknek is, és a szellem is valahogy ezen átsugárzik. A változatos stílusokat és technikákat felvonultató kiállításon mintegy 30 művész szerepel. Az alkotóknak Cseresnyés Péter miniszterhelyettes országgyűlési képviselő köszönte meg értékteremtő és értékmegőrző munkájukat. E tájék minden története a mi történetünk. Személyes közelség, amely mégis közös világunk, ami összeköt, cselekvésre inspirál és hűséget követel. Ezt a sajátságot egyszerre benső és külső közös létmódot szellemnek nevezzük. A Pannon táj szellemének, amely évezredek óta meghatároz minket. A pályázatra beérkezett műveket háromtagú zsűri bírálta, amelynek nevében Lehotem János esztéta azt mondta, a Pannon tájnak nem csak múltja van, hanem a jövőre nézve is inspiráló erő. A pénteki megnyitón díjat kapott Budaházi Tibor, Bekő Veronika, Kotnyek István és Melega István. A kiállítást június közepéig, a múzeumok éjszakájáig lehet megnézni a Magyar Plakátházban.